Az én támogatottam, Niamé Maiga, 10 éves kislány Bamako-ból. Hatan vannak testvérek, szegények a szülei koldusok, tehát nincsen elég pénzük, hogy iskolába járassanak a gyerekek, és ezért havi 3000 forintot fizetek, és így a kislány is tud iskolába járni. Ezzel tudom én támogatni a családot. Január 15-én fog indulni a Budapest Mamako Rally, és felajánlották azt a lehetőséget, hogy a támogatott gyerekeknek egyéni csomagot lehessen küldeni, és így úgy gondoltam, mivel hatan vannak testvérek, akkor mindenből kapjon minden gyerek, hogy ne legyen veszekedés. Először Brazíliában voltam egy nyomornegyedben egy óvodában, és akkor éreztem, hogy milyen fantasztikus érzés, hogyha tudunk segíteni a szegény gyerekeknek. Akkor már éreztem, hogy valamit tenni kéne, de akkor még nem volt meg a megfelelő eszközöm hozzá. És aztán nyáron Marói Krisztina Glamour főszerkesztője lájkolt a Facebookon egy cikket, hogy a Magyar Afrika Társaság a ruandai óvodába vitt ajándékokat, és akkor elolvastam az egész cikket, és így kerültem a honlapra. És akkor olvastam a támogatói programról, és akkor éreztem, hogy ez az, megtaláltam, és hogy ez lehet a legjobb. Több gyermektámogatási programja van egyesületünknek, a legújabb a Serifulai Iskola támogatási program, ahol gyerekeket lehet támogatni, és az iskolát külön lehet támogatni, hiszen az iskola nagyon szűkös, 600 gyereknek a Bamako Rally alkalmával fogjuk eljuttatni a pénzadományokat és a tárgyi adományokat is. Nem csak a Serifulai iskolába, hanem a fogyatékos gyerekeknek is. Hallottam, hogy szegény gyerekeknek ceruzájuk is alig van, füzetnek pláne, és ezért gondoltam arra, hogy ez a 2 darab 85 darabos rajzkészlet tökéletes lenne a gyerekek számára. Azt is hallottam, hogy a 6 gyerek összesen egy zöld női ritikülbe viszik az összes cuccukat, és azért arra gondoltam, hogy mindenki kapjon egy-egy táskát. Először iskolatáskára gondoltunk, de aztán Györgyi mondta, hogy szegényeknek egy füzetük van, egy ceruzájuk, tehát így lötyögne benne minden, és ezért inkább maradtunk a tornazsáknál. Megpróbálom tartani mindig a Magyar Afrika Társasággal a kapcsolatot, és reménykedem, hogy esetleg közeljövőben, vagy néhány év múlva meg is tudom látogatni személyesen Niamét, esetleg ösztönzően tudok ráhatni, küldtem neki majd egy kis levelet is.